alkotnia a tárgykörben az alaptörvény fenti rendelkezéseinek megfelelően. Tisztelt Ház, a 2011. április 18-án elfogadott és április 25-én kihirdetett alaptörvény úgy rendelkezik, hogy egyes intézmények és alkotmányos rendszerünk sarokköveit külön úgynevezett sarkalatos törvényben szabályozzuk. Ennek során, illetőleg ebben a sorban első, a köztársaság elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló TPR 3497-es számú törvényjavaslat. Ez nem véletlen, hiszen a köztársaság elnök Magyarország államfője, aki kifejezi a nemzetegységét és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. A hatalommegosztás rendszerében a köztársaság elnök a többi hatalmi ágtól elkülönült, semleges hatalmi tényező, önálló államfői jogosítványok birtokosa. A köztársasági elnök személye sérthetetlen, politikai felelősség nem terheli, jogi felelőssége pedig korlátozott. Alaptörvényünk a korlátozott elnöki hatalom koncepcióját követte, hatáskörei más parlamentális köztársaságok elnökeihez viszonyítva szűkebb jogkört tesznek ki. Tisztelt Ház! Tekintve, hogy az alaptörvényben a köztársasági elnök jogállását és javadalmazását terjedelmi korlátokra tekintettel, valamint jogtechnikai szempontokat is figyelembe véve nem lehetett részletekben szabályozni, ezért is szükséges az előttünk fekvő törvény megalkotása a korábbiakban már kifejtetteken túlmenően. Milyen szabályozási tárgyköröket érint a most tárgyalt sarkalatos törvény? A szabályozási tárgykörük magukba foglalják egyrészt a megbízás megszűnésének azon eljárási kérdéseit, amelyek az alkotmányban szerepeltek, az alaptörvényben azonban túlzottan részletező technikai jellegük miatt nem kerültek be, ilyen a lemondás, az összeférhetetlenség, vagy a 90 napon túli akadályoztatás. Magukba foglalják a tárgykörök a köztársaság elnök javadalmazására vonatkozó szabályokat, a köztársaság elnök és a köztársaság elnök hivatal elhelyezésére vonatkozó szabályokat, az államfő személyi védelmét garantáló rendelkezést, a köztársaság elnök munkaszervezetére, a köztársaság elnöki hivatalra vonatkozó alapvető szabályokat, valamint a volt köztársaság elnök javadalmazására vonatkozó szabályokat. Az alaptörvény alapján a törvény által a köztársaság elnök hatásköreibe utalt döntések ellenjegyzéshez kötöttek, azonban törvény rendelkezhet úgy, hogy a törvény által a köztársaság elnök hatásköreibe utalt döntéshez ellenjegyzés nem szükséges. A javaslat az ellenjegyzéshez nem kötött köztársaság elnöke hatáskört előíró törvényeket kiegészíti az ellenjegyzés kizárására irányuló rendelkezéssel. Az államfő közjogi felelősségre vonásának eljárási szabályait nem a törvény, hanem az Alkotmánybíróságról szóló törvény szabályozza majd. Az alaptörvény alapján a köztársaság elnök ellenjegyzéshez nem kötött hatáskörében alakítja ki a hivatal szervezetét. A köztársaság elnök hivatal szervezetére ezért a javaslat csak a legfontosabb keretszabályokat állapítja meg, a többi kérdésről a köztársaság elnök dönt. Újdonság, amit már azt az expozéből is hallottuk, hogy a javaslat lehetőséget ad a köztársaság elnök tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására, elnöki főtanácsadói, elnöki tanácsadói munkakör létesítésére. Kinevezésük a köztársaság elnök megbízatásának idejére szól, számuk nem haladhatja meg a hivatalnál foglalkoztatott köztisviselők létszámának 8%-át. Tisztelt Ház! A köztársaság elnökök megbízatásuk megszűnését követően is a közélet fontos részvevői maradnak, ezért a javaslat részletesen rendelkezik a volt köztársaság elnököknek járó, méltó életfeltételeket biztosító, valamint a közéleti részvételt is lehetővé tevő juttatásokról, melyek lényegében megegyeznek a hatályos törvény szerinti juttatásokkal. Újdonság viszont, hogy a volt köztársaság elnök akkor is jogosult valamennyi juttatásra, így lakás használatra, gépkocsi használatra, titkárságra, közéleti előirányzatra, ha nem töltötte ki 5 éves hivatal idejét. Egy korábbi törvénymódosítás lehetővé tette, hogy a volt miniszterelnök a volt köztársaság elnökhöz hasonlóan, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és ezt kéri, élete végéig a mindenkori miniszterelnök életményt kapja, függetlenül attól, hogy a miniszterelnöki megbízatást mennyi ideig töltötte be. A javaslat megszünteti ezt a juttatást, nem érinti viszont azon volt miniszterelnökök helyzetét, akik a törvény hatályba lépésekor már részesültek juttatásban. A törvény rendelkezéseinek többsége sarkalatos rendelkezésekből áll, azaz a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának szavazatát igényli.
Néhány rendelkezés azonban, amely nem kötődik szorosan az alaptörvényben megjelölt tárgykörökhöz, például a köztársaság elnöki hivatalra vonatkozó szabályok, a jelenlevő országgyűlési képviselők felének szavazatát igényli. Tisztelt Ház! A Fidesz frakció a köztársaság elnökre vonatkozó egységes, mindenre kiterjedő szabályozást tartalmazó törvényjavaslatot támogatja, és kéri, hogy a többi frakció is támogassa. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő úr! Most megadom a szót Lampert Mónika képviselőasszonynak, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselőasszony! Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Az önök alaptörvénye szerint a köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét, illetve dolga az, hogy elfogolatlanul őrködni tudjon az ország demokratikus működése felett. Logikus tehát az az elvárás, hogy az elnök jogállásáról és jutatásairól szóló törvény az olyan szabályozást tartalmazzon, ami segíti ezeknek a feladatoknak, ezeknek a funkcióknak a kiteljesítését. Tehát elsősorban abban a szempontból szükséges és érdemes vizsgálni ezt a javaslatot, hogy ez mennyiben segíti ennek a funkciónak a kiteljesedését, mennyiben garantálja és biztosítja azt, hogy valóban elfogulatlanul tudjon az elnök őrködni az ország demokratikus működése felett, és hogy valóban kifejezhesse a nemzetegységét. Nos, ahogyan már az előbb is elmondtam, az önök alaptörvénye, illetve az a gyakorlat, ahogyan a mai hatályos keretek között is kinevezéseket, vagy a kinevezési megválasztási jogot gyakorolják, az cseppet sem garantálja azt, hogy ezt a funkciót jól tudja betölteni. Konkrétan akár a köztársasági elnök is. Hiszen önök olyan rendszert építenek, ahol nincsen semmilyen kontroll. Ahol egy személyes hatalomban a miniszterelnök egy személyes hatalma határozza meg a viszonyokat, és ahol azok az intézmények, amelyeknek egyébként egy normálisan működő demokráciában kellene, hogy kontrollt gyakoroljanak, kellene, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét működtessék. Nos, ezt önök szisztematikusan lépésről lépésre kiiktatják Magyar Köztársaság jogrendjéből. Kiiktatják azzal, amikor az állami számvevőszéket elfoglalják, amikor a médiahatóságnak olyan jogokat adnak, ami lehetetlenné teszi, hogy a közmédia függetlenül működjön, és folytathatnám tovább a sort. Most tehát azt kell mondjam, hogy ha ebből a szempontból vizsgáljuk ezt a törvényt, ami egyébként az előbb kifejtett gondolatoknál szűkebb területen szabályoz, akkor azt kell mondjam, hogy ellentmondásos. Miközben ez a szabály megtartja a hatályos szabályozásnak a lényegét. Tehát az, hogy a köztársaság elnöke kapjon méltó fizetést, méltó juttatást, ezt azt gondolom egy támogatandó dolog, hiszen ez is garanciája lehet annak, vagy kell legyen annak, hogy az elnök a törvényekben, az alkotmányban meghatározott feladatait ki tudja teljesíteni. Tehát összességében az, hogy a hatályos szabályozás alapvetését, ahogy államtitkár úr is utalt erre az expozéban, ez a törvény megtartja, azzal nincs problémánk, az támogatható. Ugyanakkor azokat az ellentmondásokat, vagy ha úgy tetszik hibákat, amelyek annak az elvárásnak, hogy milyen módon segíti egy koherens törvény az elnöki funkciók kiteljesítését, nos ezekre a hibákra szeretnénk a figyelmet felhívni. Az első ilyen a politikai főtanácsadókra, illetve politikai tanácsadókra irányadó rendelkezések, amelyeket alkalmazni kell az elnöki főtanácsadóra. Ugye, ha azt mondjuk, hogy a köztársasági elnök kifejezi a nemzetegységét, akkor az logikus, hogy az ő apparátusának és személyzetének nem a politikai tanácsadásra vonatkozó funkciót kell gyakorolni, sőt kifejezetten szerencsétlennek tartjuk ezt a megoldást, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény politikai főtanácsadóira és politikai tanácsadóira irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni.
Miközben ez normális a közigazgatásban. Normális, hogy ahol politikusok ülnek felelős állami vezetői tisztségben, ott vannak politikai tanácsadók, főtanácsadók. Ez teljesen normális, ez működő demokráciában semmi kivetni valót önmagában ebben én nem találok. De különösen kellene ügyelni arra a jogalkotónak, hogy a köztársasági elnöknél más a helyzet. Köztársasági elnöknél sokkal inkább arra lenne szükség, hogy mondjuk magasan képzett alkotmányjogászok segítsék az elnök munkáját, mondjuk annak megítélésében, hogy egy törvényt éppen alá tud-e írni, vagy alá helyese, hogyha aláír, vagy visszaküldi az országgyűlésnek. Tehát erre nézve az elnöknek egy komoly szakmai stábnak kell segítséget nyújtani. Ezt én támogatandónak tartom, sőt kifejezetten szükségesnek is tartom, hiszen a jelenlegi köztársasági elnökünk nem rendelkezik azzal az alkotmányos tudással, mint mondjuk a következő, az előző köztársasági elnök, aki ezt akár saját személyében is meg tudta ítélni, nyilván Schmidt elnök úrnak ehhez nagyobb segítségre van szüksége. És azt gondoljuk, hogy a köztársasági elnök hivatalában a köztisztviselőknek eleve az a 80%-os illetmény kiegészítés, ami megjár, ez adna kellő lehetőséget, meg kellő keretet ahhoz, hogy ezek a kiváló szakemberek, akikre az előbb utaltam, az elnök urat segítsék a munkájukban. Nyilván természetesen egy törvényi szabályozásnak nem az adott elnök személyét de kell szabni, de általánosan ez a felhatalmazás és ez a keret, amiről az előbb beszéltem, ez szükséges lenne, és ezt egy hibájának tartjuk ennek a szabályozásnak. Azt szeretném kérni államtitkár úrtól, hogy fontolják meg, hogy esetleg valami más szabályozással talán ezt a diszkrepanciát ki lehet egyenesíteni. A másik hiba, amire szeretném a figyelmet fölhívni, ugye az alaptörvény 12. cikke úgy rendelkezik, hogy a köztársasági elnök jogállásának részletes szabályait és hivadalmazásait sarkalatos törvény határozza meg. Most ez egy érdekes újítás, amikor azt mondja a javaslat, hogy mely rendelkezéseinek elfogadásához van szükség minősített többségre, mely szabályok minősülnek sarkalatosnak. Ugyanis az önök alaptörvénye kimerítően határozta meg a sarkalatos, azaz kétharmados tárgyköröket, nem lehet tehát az én értelmezésem szerint az alaptörvényen kívüli törvényben egyetlen rendelkezés sem sarkalatosnak minősíteni. Nem lehet az alaptörvényhez képest megismételni az sem, hogy mely tárgykör sarkalatos. Erre ugyanis az alaptörvény nem adott az országgyűlésnek felhatalmazást. Tehát én azt gondolom, hogy formai szempontból ez problémás, és egyébként formai szempontból sem világos a sarkalatosságra utaló szabály. Én azt gondolom, hogy enélkül is a kétharmados többség el tudja dönteni, hogy mit kell megszavaznia, annál is inkább, mert az Alkotmányügyi Bizottság gyakorlatából tudom, hogy nagyon sokszor a kormánypárti képviselőknek sincs módjuk elolvasni az előterjesztéseket, mielőtt döntenek arról, hogy egyébként általános vitára alkalmasnak tartják-e, vagy elfogadják-e. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem lehet ok. Ez természetesen volt ebben egy kicsi irónia is, amit mondtam. Én azt gondolom tehát, hogy a köztársasági elnököt szakszerű munkára alkalmas, de politikai befolyásolására alkalmatlan, vagy azt kizáró hivatalnak kell segítenie. Tehát, hogyha ezt az elvárást és az alaptörvénnyel való ilyen összefüggést a kormányoldal maga is magára nézve is fontosnak tartja, akkor érdemes azt megfontolni, hogy ezen a néhány ponton korrigáljon. Tehát egy koherens, de ellentmondásoktól mentes törvény jobban használná, azt gondolom, ennek az intézménynek a funkcióinak a kiteljesítését. Tehát, hogyha ezeket a hibákat hajlandó kijavítani, akkor szerintem jó irányba fog alakulni ez a törvényjavaslat. Összességében tehát azt kell mondjam, hogy a technikai megoldások tekintetében szükséges korrekciót érdemes lenne elvégezni. Szeretnénk erre biztatni a kormánypárti képviselőket és államtitkár urat pedig arra, hogy az ilyen tartalmú módosító indítványokat fogadja nyitottan, hogy tegyük jobbá ezt a törvényt. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Gyüre Csaba képviselő úrnak, a Jobbik képviselőcsoportja vezérszónokának.
Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Hát egy olyan törvényjavaslatról tárgyalunk ma, ami megint olyan, ami nincs átpolitizálva szerencsére, és ezért nem kell itt nagyon a kedélyeket felborzolnunk, és itt gyakorlatilag azon ritka eset van, amikor a frakciók azért nagyon nem esnek egymásnak, bár itt hallottunk bírálatot is erről a törvénytervezetről, de azért én úgy érzem, hogy ebben alapvetően egyetértenek a frakciók, és nem csak valószínűleg azt hiszem, hogy nem csak a kormánypártok fogják ezt megszavazni, hanem lesznek más frakciók is, akik ezt meg fogják szavazni. Az alaptörvény elfogadását követően, tehát teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a sarkalatos törvényeket fog hozni a tisztelt ház. Ennek egy része, mint ahogy már Répási államtitkár úr ismertette is, hogy ennek a egyik első felvonása, talán ha nem az a legelső, mert talán az állami számvevőszéket kezdtük el először, de akkor második felvonásaként a köztársasági elnök, és ezzel is egyetértünk, tehát itt az elején. És azt is elmondta Répási államtitkár úr, hogy a korábbi jogszabályt, ami a 2000 évi 39-es törvény, ez célszerű szétbontani, hiszen ez sok más közjogi méltóságnak is szabályozta a juttatásait, a bérezését, és a köztársasági elnök, mint az egyetlen ilyen funkciót betöltő személynek a jogkörét célszerű egy törvényben szabályozni. Ezzel is tökéletesen egyetértünk, és elfogadjuk ezt a nézetet, ezért örülünk, hogy egy külön törvény határozza meg, és ezekkel is egyetértünk. Azt is látjuk, hogy olyan nagy változás nincsen. Nyilván egy találgatás az emberekben elindult, amikor a Fidesz megszerezte a kétharmadát, hogy magát az állami rendszert is meg fogja változtatni a kétharmados többséggel. Ennek egy lehetősége lett volna abba az irányba elvinni a rendszert, hogy egy erősebb köztársasági elnök ki hatalom jelenjen meg Magyarországon. Azt láttuk, hogy ez sem az alaptörvény, sem most a benyújtott sarkalatos törvénytervezet sem tartalmaz ilyen rendelkezéseket. És ha már itt tartunk, akkor néhány gondolatot azért beszélnék a Jobbik Magyarországért mozgalomnak a programjáról, mert a választási programban, amit mi 2010. januárjában hoztunk nyilvánosságra, abban mi egyértelműen azt határoztuk meg, hogy mi hozzá akarunk nyúlni ehhez a köztársasági elnöki intézményhez, mégpedig több oldalról is. Egyrészről a Jobbik Magyarország mozgalom célszerűbbnek látta volna, de hát nyilván a parlamenti többség, jelenlegi parlamenti többség, Fideszes, KDNP-s többség tudatában ez nem kivitelezhető, egy szélesebb körű köztársasági elnöki feladatkört, illetve az, hogy a köztársasági elnököt ne az országgyűlés válassza meg, hanem közvetlen köztársasági elnök választás legyen. A Jobbik nagyon nagy gondot fordított arra, és a választási programjában is meghatározta, hogy maga a népképviselet, a népi kezdeményezések, a nép részvétele a demokráciában, a demokratikus jogintézményekben való döntésekben nagyobb legyen, minél nagyobb legyen, és ezt kívántuk volna szélesíteni azzal, hogy a köztársasági elnököt is a nép válassza, illetve szerettük volna azt is elérni, már az alaptörvényi szintjén is azt, hogy a népszavazási jogok minél szélesebb körben érvényesülhessenek. Mi is lett volna ennek az oka, illetve még egy, ami miatt mi szerettük volna a változást, hogy a köztársasági elnök nagyobb szerephez jusson, az annak az időszaknak a kritikája, amely tulajdonképpen 2006 ősze, a Gyurcsány Ferencféle kormányzás ideje, amikor egyértelművé vált számunkra, hogy a Magyarország alkotmánya, az akkori 1949 évi 20-as törvény, amíg jelenleg és évvégéig hatályban van, semmilyen rendelkezés nem tartalmaz, amelyet itt éppen az MSZP-s képviselőtársam Lampert Mónika fejtett ki a fékek és ellensúlyok rendszere tekintetében, hogy a köztársasági elnöknek nincs meg az a jogköre, hogy valós féket és ellensúlyt jelentsen a kormányzati hatalommal szemben, abban az esetben, amikor a kormányzati hatalom teljesen letér arról a jól megszabott törvényi útról, amire ő a felhatalmazást az emberektől megkapta. És amikor kiderült az, hogy Gyurcsány Ferenc körül elfogyott a levegő, azaz az embereknek már több mint a 90%-a nem szimpatizál azzal, illetve nem kívánja azt folytatni, amit a MSZP-s kormány folytat Magyarországon, akkor kiderült, hogy Magyarországon nincs rá
sem alkotmányos, sem törvényes lehetőség arra, hogy bármilyen intézmény beavatkozzon ebbe, amit mit vártunk volna, az, hogy a köztársasági elnöknek legyen valamiféle hatalma arra vonatkozóan, hogy egy ilyen esetben akár új választás, parlament feloszlatásával, akár a kormányzat leváltása, a kormányfő visszahívásával valamiféle kapjon lehetőséget arra, hogy ilyen rendkívüli esetekben be tudjon avatkozni. Itt a mi részünkről elhangzott az alaptörvény vitájában az is, hogy ebben az esetben akár a köztársasági elnöknek kellene, hogy legyen ilyenfajta felhatalmazása, akár pedig lehetőség legyen arra, hogy egy népszavazás útján lehessen ilyen esetben a kormányfőt visszahívni. Tehát ezek azok a pontok, ami hiányzik véleményünk szerint jelen pillanatban az alaptörvényből, és ezáltal nyilván hiányzik a sarkalatos törvényből is, amely most a leképezése lesz az alaptörvénynek a speciális esetekre vonatkozóan. Tehát a Jobbik a programja szerint mindenféleképpen az erősebb jogkörű köztársasági elnök irányába mozdult volna el, illetve a közvetlen köztársasági elnök választás irányába mozdult volna el. Ezt láttuk volna célszerűnek. Azt láttuk, hogy a kormány jelen pillanatban ezzel az előterjesztéssel nem kíván változtatni az eddigi rendszeren, nem kívánja alapvetően szinte semmilyen módon megváltoztatni a korábbi rendszert, egységesíti ezzel a jogszabállyal, néhány részletkérdés szabályoz, pluszba szabályoz, amelyek érthetőek és elfogadhatóak, de nem nyúlt hozzá markánsan a köztársasági elnöki rendszerhez. És ha már elkezdjük ezt a kis jogszabályt kézbe venni és részletekbe menően is megvizsgálni, akkor rögtön azt láthatjuk, hogy a vagyonnyilatkozatban van változás, a vagyonnyilatkozattal kapcsolatban. Korábban a köztársasági elnöknek 3 alkalommal kellett vagyonnyilatkozatot beadnia, ez pedig a köztársasági elnök megbocsátásának kezdetétől számított 30 napon belül, a fél idejében, illetve amikor kitöltötte a hivatali idejét. Teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy a jobb átláthatóság, a tisztább hivatali élet miatt az új jogszabály ugyanazt átveszi tulajdonképpen az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályokat, tehát minden évbeni vagyonnyilatkozattal. Ezt az átláthatóság érdekében ezt mindenképpen egy pozitív változásnak tartjuk. A jogszabály részletesen meghatározza a köztársasági elnök tiszteletdíját, ami tulajdonképpen nem változik, az eddigi rendszer alapján kerül meghatározásra. Ugyanígy körbeírja a köztársasági elnöknek járó juttatásokat, az elnöki rezidencia használatot, a személygépkocsi használatot, rádiótelefon, internet használatot, hírközlői hálózat használatát, a térítésmentes egészségügyi ellátást, a külföldi kiküldetéseket, az üdülő használatot. Ez részletesen ugyanolyan módon, mint ahogy azt tette a korábbi jogszabály, tehát tulajdonképpen ezekben igazándiból változás nincsen, a hivatal szerkezetét is szabályozza. A volt köztársasági elnökre vonatkozó szabályoknál láthatóak bizonyos változások. Itt elsősorban, ha korábban a juttatásokat a feltételként szabta meg a juttatások megkapását a korábbi jogszabály, mégpedig ennek az volt a lényege, hogy az 5 éves hivatali időt a köztársasági elnöknek ki kellett tölteni, ezt a mostani jogszabályváltozás ezt kiveszi, és tulajdonképpen egy akár néhány napos köztársasági elnöknek is, hogyha megszűnik a megbízatása, akkor is járnak ezek a plusz juttatások. Itt nyilván az emberben itt a bő 1 éves országgyűlési tapasztalata már egy kicsit abba az irányba viszi el, hogy az ember mindig elkezd ilyen gondolkodni, hiszen azt láttuk sajnos, és némi bírálatot is mondanék ezzel kapcsolatban, hogy a Fidesznél a jogszabály alkotás az elsősorban személyre szabott volt. Hát ez a gyakorlati tapasztalat az 1 év, 1 hónapi, 1,5 hónapi munkából. És hát nyilván az ember elkezd gondolkodni, hogy csak nem itt már valamit a jogalkotó, illetve a előterjesztő már tud ezzel kapcsolatban, hogy a következő köztársasági elnök talán nem fogja kitölteni az 5 évet, és nyilván az ember elkezd gondolkozni a személyre szabott jogalkotással kapcsolatosan, de hát nyilván ez egy feltételezés.
De egyébként egyetérthetünk azzal, hogy ezt az öt éves időkorlátot ez a jogszabály kiveszi, hiszen bármilyen okból megszűnhet akár 2-3 év múlva is a köztársasági elnöknek a megbízatása, tényleg elfogadható, ez Magyarország első számú közjogi méltósága, ha ezt már valaki 1-2 évig is betöltötte, akkor igenis járhat neki, lemondhat bármilyen okból, de azok a funkciójával, a régi funkciójával járó közfeladatokat még továbbra is el fogja látni, hiszen ő akkor is köztársasági elnök volt, hogyha csak 2 évig, 3 évig, 4 évig, és nem pedig 5 évig, vagy esetleg 10 évig töltötte be a hivatalát. Tehát ezzel is én a magam részéről egyetértek, bár mondom, itt egy kicsit elgondolkodtató volt. A korábbi jogszabályt egyébként átveszi a személyes kocsi használatról. A korábbit megelőző jogszabályban volt egy 2500 kilométeres kilométer korlátozás havi szinten, ami évi 30 000 kilométert tett ki. Ezt már a régebbi módosítás során változtatásra került, ez a törvény sem vette át. Ezzel is egyetértettünk, hiszen azért ilyen módon ne korlátozzuk a volt köztársasági elnöknek azt a munkáját, amit a nemzet érdekében ki akar fejteni. Tehát ezzel is egyetértünk. Az, hogy költségvetési előirányzatba bekerült továbbra is, ugyanúgy, mint régen, a volt köztársasági elnök nyilván abból a funkcióból, amit ő ellátott, illetve amit ellátnak a volt köztársasági elnökök, ez szükséges, és mindenféleképpen